Egy élvonalbeli labdarúgókat kapunk.
Végre! Mi lettünk a tárgyak legjobb vállalata? Egy maga tud mérkőzést nyerni, van. Hallok? Lesz vándorzászló. Lesz külföldi utazás. Lesz vándorserleg. Minden. Mégiscsak segítségünkre van az Isten. Én most 10 percre adhatok a tüzemben, ha közben jönne, ültesse, lesz. Minden nyáron barackodáról a térdi országban kellett. Nem járok arra. Mire jött? Nem jött az ide. Hát ott van. Kicsoda? A feleségem. Én azt kérdeztem, hogy maga minek jött ide. Hát mert a topolya azt mondta, hogy jöjjön. És ki az a topolya? Nem tetszik ismerni a topolyát? Nem. Csodálom. Pedig hivatal segéd a második kerületbe. Ez a tizedik kerület. Még a mosolyt csak egy fény van. Akkor nem kell tovább keresni. Hát itt vagyok. Na, neve? Flória. Albert. Köszönjük a Bertinek, amit. A Berec körúton. Baszek, csipke velő voltam. Ölt egyszerre csak rátyoztam. Saját kezületbe ezt löplik. Na kérem, az a löpli meg volt lejjebe. Mit csinál? Felvettem a munkát. Hagyom a topolya mondta, hogy tűzgesek. Tetszik tudni? A topolya engem mindenbe kioktatott, hát bele szoktam sakkozni. Maga sakkozni? Talán még versenyjátékos is? Ó, de le a versenyjátékos. 20 éve járok ki a szigetelre. Tudja, hogy hívnak engem a pályán? A magyar Vicurinnak. A magyar Vicurinnak? És miért? Ha én teszek egy laura, a dohányból alma lesz. Hogy mindent csináljak meg, amit mondanak. Nagyon nem. De mondja csak, miért jött ide ilyen későn, és nem reggel 8-kor? Ezt én Gábor voltam. A kutya nyomást éreztem itt a mellemen. Mit állapítottak meg? Rosszul voltam be a nadrágból. Tetszik képzelni, milyen ügyesek kellett az SZTK-hozósok? Na, helyre gombolták, hanották, tartom, hogy ezt nem tettem. Jóban is tettem. Na jó, hát akkor csinálj egy más rendet. Én lemegyek a büfébe egy kávéra. Tessék válaszni nekem is egy rövid duplát kejtsük arra. Hát hozz képzelni, hogy én hozok magának, én a titkárnő, a hivatal segítek. Erre nem is gondoltam. Akkor csak tessék lemenni, majd, ha visszatettek jönni, akkor várjuk egymást. Na hát, micsoda emberek van, ez hiszem. Micsoda rendetlenség? Ennyi, papi? Járos egyik artás, meg meg lesz várani. Az új
kicsoda. Én kóta igazgató vagyok. Nagyon örvendek. Egyben a Flórián vagyok. Csak ne. Maga Flórián. Mondj, mi a másik neve? Albert. Albert. Ez aztán a töröm. Ez aztán a megtiszteltetés. Micsoda? Hogy maga itt van, mi nálad? Milyen szerény, de mondja, hogy tudott eljönni a Ferencvárosba? Hát az úgy volt, kérem, hogy nem vernettem tovább a klöppi. Szóval el kellett jönnöm. Csak tudnám ki az a klöppi. Biztosan egy bíros. Jó, én nem sírgatom, hogy miért jött el. Ő, hogy itt van, hogy ezen túl a mi színeinket fogja viselni. Mit fog én csinálni? Hát felölti a mi színeinket, a mi dresszünket. Sárgaink, fekete nadrág. Hát valahogy fog egy napon kinézni. Ha nem lesz még pár viccelni. Hát miért? Hát maga úgy szokott játszani? Játszani? Hát igen, játszani. Olyankor hogy van öltözve? Kérem, az úgy van, hogy ha nálunk játszunk, akkor kabátban meg kalapban meg. Nálunk kérem, tápfűtés van. De ha topolyáriknál játszunk, akkor csak én gulyba levesztett Hausentraugerrel. De nálunk nincsen tápfűtés. Vicces mi volt a nagyon. De tudja? Hát, valahogy én erősebbnek képzeltem magát. Erős vagyok én, kérem. Tetszene csak látni a saját kezemet, mert klöpli. Na, az a klöpli, az meg van kérde. Hogy haragszik ez arra klöpli? Hát a játék kezében előfordul az ilyesmi. Mi ilyesmi? Hát, hogy az ember durvaságokat követél. Bizony, előfordul. A múltkor is a tapolyához hozzávágtam a kidát. Jaj! És mit szólt ez a kidát? Csak úgy elgondolt. Egy fél aláig kerestem. Fantasztikus erő. Flóri. Megengedi, hogy Flórinak szólít? Csak tessék. Még nem adott el a maga. Flóri. De a fizetésről még nem is beszéltünk. Na, arról meg nem beszéltünk. Ide figyelj. Én adok magának havi 5000-et! 5000-et? Hát nem bánom. Legyen 6000. 6000? Forint, ha voltam? Annyi. Egyelőre egyezzen bele. Majd később elem. Megegyezt? Hát azért ne sülyessük el a dolgot. Na mit kell ezért a pénzért csinálnod? Mi? Hát felölti a mi színeinket, a mi dresszünket. Sárgaink, fekete nadrág. Ez a mániája. Csak egy a fontos. A duga. A duga. Csak az lesz a dolga, hogy leszaladjon és lőjön. A kapuba. Hát ez elég? Hát leszaladok, azt lelőm a hátkát. Csak ne hagyja magát rugdosni. Rugdosni? Hát rugdosni is fog. Hajjál, de még mennyire? Hát erről a topolya nekem egy szab, cseszak. Hát értem már a 6000-et. De az ember rugdosság nem is olyan sok. Ez legyen fel. Legyen fel? Miért? Hát így akarom körülvinni az üzembe. Hát vannak a rölgést.
Ide menjen be a szobámba, vegye gyorsan ezeket magára. Huszár! Tessék! Jaj, topolja, csak találkozom. Nincs is senki! A haverom is mindenki pedig telefonált ide, és azt mondja, hogy minden rendben van. Na, ugye, megkokogok. Sűmegi szavult a minisztériumon, itt van szükség egy focistára. Na, két perce várok ehhez, én nem vagyok hozzászokva. Bocsásson meg, hát nem tudtuk, hogy már itt van. Itt vagyok maga anyafeje. Úgy látom, hogy nem ismer. Én Kucsera kettő vagyok. Kucsera kettő? A válogatott? Személyesen, ha nem tudnál. Na hát, óriási. Tessék, foglaljon fejet, azonnal jön az igazgató. Sokáig kell várni. Dehogy, rögtön megkeresem. Na hát, Kucsera kettő mi nálunk? Rohanunk. Na, jövök többet!
emberek vannak. Mehetünk? Hát ahogy a Gaulya mondás van. Nem Gaulya, Gaucsa. Igazgató. Most találkoztam a folyosóra a kutyára kettővel. Dühösen ment el azzal, hogy ide többé be nem teszi a lábát. És azonnal meg sümmegyéhez a minisztériumban. Csak menjen. Hivatal segédet még találunk. Hivatal segédet? De hiszen a kutyára kettő a híres kocista, akit a sümmegyi kartás küldött hozzá. És ez kicsoda? Hát az új hivatal segéd. De jó Isten! Hát velem most mi fog történni? Hát ugye, mi történhetek madárom? Nem tűz!